Következő számunk címe Dosztojevszki, Fehér éjszakák Leningrádban. Futnak a szálak. Megölted azt a bankárnőt. De te ártatlan vagy. Te nem hoztad fel a szaknyáját. Így megmenekült. Ám de utána jöttek sokan. Ezt úgy hívják nálunk tetemre hívás. S életed veszélyben van. Neked szól ez az üzenet, én az őserdőbe élek. Ablakokban olvasok a holdnál fehér éjszakákon keresztül Dosztojevszki a mesterem. Én vagyok a játékos. Rulettra tettem az eszem. Megfizetek mindenkinek. Én nem vagyok gulák, se nem gulák. Meggyaláztak és megfizetek mindenkit. Edmond Dantes a neve. Bűnjeleket akartam. Megszervezték az egészet. Azonban én ügyes vagyok. Ha kell, bohóz! Ha kell Isten! De a lányokat ki kell? Furcsa kémholdak néznek engem. A ladogató és a szervaldogató az üdülőbe. Azért beszélgetett velem az a román, hogy kihallgasson, de én visszaadtam a szervát. És mikor rám sózta azt a könyvet, azt a rejtvényfüzetet, azért, mert én egy teniszruhás lányt bámultam a Margit-szigeten? Ez lenne tehát a bűnöm. Később éjszaka gyakorta találkoztunk a szökőkútnál. Elbeszélgettünk, és ő mondta, szerencsétlen. Én vagyok a másfél zsidó. Az én lányomat akarja ő. Majd megalkuszunk, míg van egy malkuszunk. Uram, nem tűnt önfelek föl, hogy milyen helyesen égelet a rendőrkapitányság? De igen, én vagyok a rendőrkapitány. Menjen innen, valóban szép füst. Nem megyek innen, én gyűjtöttem föl. Mit számít az, mikor én nézem? Bádeli szákos volt, Noé viszont lányát szerettem egy alkonyaton. Goethe verseket olvasott fel, erre fejbe vágták szegény lányát. Még életet volna Noémi. Árpival találkozta a ősök terén. Fekete ember volt, karját lengette, s azt mondta, a Noémi hüvelybe máskor ne élvezzen be senki, nem átjáró háza. Gardenünkbe benyakrik Edessa Kisinyov. Ufó, ufa, hol a gyufa? Én vagyok a
Polgári Ház anarchistája. Romanov cár a strandra jár. Mindenki látta, hogy én mit csináltam ott. A palacsintát mind belevágtam a hideg vízbe. Hüljenek! Krik. Iszákos Pável vagyok. Ki vagyok tiltva Izraelből és a Szovjetunióból. Itt is csak azért lehetek, mert egy német lánynak szeretem. Én vagyok a két ösdénnél. Egy szőke lányt egyszer elvittem a víz alá. A földközi tengerben. Nagyon sok ember integetett vissza a parton, nagyon sokan nézték ezt a karcsú karcsapást. De ez karcsú karcsapásom volt még akkoriban, tegnap volt ez. Miért vagyok rideg és kegyetlen vele, mikor egyetlen libentése a szemének uborka hét plakát. Hey. Ho-ho-ho. Hé. Látod Flem Lang? Én vagyok Fritz Lang. Edessa, Kisinyov. Bérgyilkos vagyok. Ceausescu bízott meg, hogy a televízióban látott lány Nadia Comăneci-t keressen fel Hollywoodba. Még idejében menjen haza? Még idejében menjen haza a faterjához, mert nagyon várja már. Látod a pontozó bírák is csaltak. Mésző Kálmán állítólag mérkőzés közben leszopott egy nőt. Nem szabad ilyet tenni egy menedzsernek. De bundát nem jelentettek be, mert nyírt szőrzete volt kurtizán. Édesanyám, a hobó is, másfél cent is, lakásában ül már egyedül. Négy értület, rád feni a kasszát. A Beatrice megkeresztelkedik. Minden kész. A Xanthus fölakasztotta magát a Kozma faszára. Besület szavamra. Gyere gyorsan a temetésére. Smártír. Még életed volna, ha a szájában nem robbant volna fel a születésnapi torta. Késő ünnepelni, köszönteni őt, Mennyhárt Jenőt. Személyeskedni vele szembe rádióaktívum, Tudjél állját, nem lehet. Я тоже хочу сказать несколько слов, чтобы никто не думал, что я не понимаю, о чем идет речь. Я прекрасно все понимаю и хочу, чтобы все тоже понимали меня. Все, абсолютно все понимали меня. Я думаю, вы меня поняли. Minden cirkusz köze alkalmazottja. Köszönti őt! Ők...
Gorbacsov meglátta a Calvin téren azt a reklámot. Az volt benne, hogy a cipőboltba kell menni, cipőt vásárolni, és elcsodálkozott. Olyan hosszú volt az a reklám, olyan hosszú volt az a női láb, olyan piros volt az a cipő. Jaj! Csak nem ő! Еще раз хочу повторить. Снова. Вомашек. Хочу повторить, чтобы было всем понятно. Чтобы мы друг друга поняли все. Еще раз, чтобы все поняли, о чем я хочу сказать. А я хочу сказать еще раз, чтобы мы понимали друг друга. Én csak egyszer dugtam orosz nőt. Hívd föl telefonon, mondd be a címét. Hívd föl Jenőt. Хорошо. Я передам все своим друзьям. Все передам. О чем вы хотели сказать мне? Маринка volt a neve. A nevetése. Legyőzte a Volkswagen DX7-es golfját is. Számbád is. Я буду говорить про коммунистическую партию Советского Союза. Чтобы было понятно. Не знаю никакой Volkswagen, только коммунистическая партия Советского Союза. Bolyongok a macska kőes kerekén, túljárokén, a kanál is rivizgizi eszén. Szennyvíz, alíz, engem ne tegíz. И Чингиз Айтматов. Átalakul a nyelvem, elfelejtem a lelkem. Кричать не надо, потому что все понятно, что Романова уже сняли и сейчас только заправляют. Михаил Сергеевич Горбачев. Которого я приветствую и поддерживаю всячески. Entschuldigung, muss andere Flasche trinken. Aber nicht möglich, hier muss warten ein Meister, because I am Felix Meister. Udvarolni azt szokott, aki a testedet nem kapta meg, de a lelkedet se. Benned gyönyörködik a teremtő. Lehet, hogy ez az udvarlás teteje. Én már nem hiszem, hogy te ezt hallod. De jelekből értesültem. Hogy ne csillagászatnak nézd, amit te akarsz, mert az mágikus alapon létrejött. Múltkor úgy megütöttek a fekete lyukban, hogy a csillagokat láttam, új disznóbőr lábbelimben állok is most. Rajta két M betű vagyok. Gondolatilag bárkit le lehet követni. A szívbe már nehezebb.
Nem kell oda a határőr, sem szöges drót. Egyszerűen képtelenség felformul téged. Ha kárta lennél, mindig téged húznának ki. Ha Júlia lennél, összetévesztenélek valakivel. Ha lányokkal közösülnél, étszet kaphatnál hamar. Ha valaki műanyaggal foglalkozik, hamarabb elég. A sárkány éveim lejárt. Most jön a kígyó, mint minden festményen gyakorta. Ha aranycipő nem, de egy jelzés még visszaszáll. Oly édes, ez az öreg búcsú. Korea az egy félsziget. Csikmester impotens és fő belőtte magát. A Marian téged keres valaki helyet. Az ember se ismeri ki magát. Az Isten lehet, hogy te vagy. Attól függ, hogy a gondolatod egyáltalán ő körülötte forrol. Az angyalok minden károztak már rég. Sötétek, mint az analista fekete zászló. Én már nevetek mindenkire, aki élni akar, mert tudom, hogy mindenkit pártfogolni kell. Én már nevetek mindenkire, aki tönkre menne, különösképp olyanokra, akik engem éltetnek. Rád úgy gondolok, mint a saját lányomra vagy, mint a saját lányodra gondolnál te. De hogy viseljem el ezt, hogy ti ketten vagytok, mint az ikrek? Úristenem, csak egy színésznővel ne szeressek bele. Úristen, csak egy színésznővel ne szeressek bele. Az Zuzu az egy múzsa. Homlokon csokol bárkit. Különösképpen most, hogy elveszített valakit, aki túlságosan sokan vetítette rá a szemét. Hirtelen fölkapta az eszmét. Kék volt a haja, sárga a rúzsa. Elment az édesanyja után pénzért. Körülbelül 9 hónap múlva jön vissza. Ő nem a jó fejeket vadászta, csak egy gyereket valakitől. Na jó. Na jó. Na jó. Na jó. Na jó.
kevés. Én iker vagy rák lesz. A pajor mondta, hogy rák and rollán. Az előző urat megveszett. Jól van egészségben. Kikapcsolták a elektromos energiát. A fürdőkád sósabbal teli, de ő kemény legény. Átúszta az óceán. Látod, miattad lettem Homérot. Tükör által látok ilyen Homéroson. Minden dal rólad szól. Már a hobó is azt mondja, hogy Drége Merlin, gyere hozzó. Géza bácsi itt van a kezemben. Ő már mondta, hogy feladta. Neked azt a lapot. A szürke kalap alatt azért némi intelligencia is van. Illaruás unokaóba szeret valami rád közünkpadon. A Brezik örült, hogy visszarepülhet hozzád. Alig hagyott rám valami pénzt. Körbenézett, némán és ócskán. Azt se tudom, hogy kerülök majd oda később, mikor már te nyilván máshol vagy. Változtad az helyet. Én rökösködött vagyok. Vegyük úgy, hogy megrögzött. Csavargó természetemet meg hazudtollak. Jó ágyamon is egyedül elcsavargok. Mert te vagy a fent, te vagy a kegyelem. Mások is így tudják ezt. Ha kíváncsi volnál a zenére is, úgy gyere közelebb, ha lehet még közelebb. Minden elmúlik, mondta Buddha. Kinek anyja volt maja. De ők be voltak már avatva. Édes füstön száll. Homáz édes mosoly. Képtelenség neked udvarolni, mert az nagyon hinni kéne benne. Nálatok most valószínűleg 6 óra 7 perc van. Minden óra megbolondult. Látod ez a bolondóra? Furcsa, üreges nevetés. Furcsa, üreges nevetés. Miért adsz enni annyit csavargónak? Azt akarod, hogy hunyadva a fia?
elkápráztassa magát a Városligeti tónán. A te ajad a legszebb idáig. Illatosabb, mint az ég. Úgy látszik, elköltözt én nem, de visszajössz majd nemrég. Már nem alszom miatt az otthon, nem érdekel a fürdőszobám sem. Sezonom alatt keresem a kettest, az ikerjelet. Veled képtelenség beszélgetni. Te már csak az uradra figyelsz. Sétáló párok másika lettél. Fogyasztanak téged, mint a visszaült a szívének. A következő hangulat címe. Cím nélküli hangulat, zárójel. Önlehallgató készülék. Írta, aki bírta. Nem más, mint Krisna. Ső nem más, mint Jézus. Ső nem más, mint bármely férfi. Mindegyikünk Krisna, mindegyikünk Jézus. Következésképpen Nazarénus. De ó Istenem, a Bibliában másokat, mások írtak nekem. Volt embernek volt, Ádám és Éva, két ember volt. Ádám bent anyázik a területen, ő van titokban kiűzetve, szemeit Jézusra függesztve. Ki kénységben? Tudom, hogy addig élek, ameddig a cukor megolvad. Tudom, hogy mi a karamell, igen, de cukor. Szándékosan égetett cukor, rá egy kis tej. Az én férjem jó fej. Padlásszobában lakom, ketten laknánk ott, de ő a rendelőbe alszik. Tándékosan, van valami barátnője. Múltkor is megfigyeltem, hogy előre küldött a hálószobába oda fel. Leoltottam a villany, de utána jött és feloltotta, hogy ne alhassak, talán azért, hogy ne alhassak. Az öböl felül még láttam, elsiklott egy halálfejes lobogó. Tudtam, hogy végem, de azt is tudtam, hogy újjászületek. Voltam az egyetlen, aki ezt tudtam. Heten voltunk azon az éjszakán. Jól kitervelt,
az ügyvéd $1 kapott. Az ügyész készét kötelek. Cleveland. Ő tervelte ki az egészet. Azt mondta, hogy nem tud én nélkülem élni. És én hittem neki. Hiszek a mai napig. Rendes ember. Már mindenki meghalt, vagy kicserélődött. Azt mondta, hogy szeretkezünk a piramisokba is. De én valamitől ott megijedtem. Én nem tudom, valahogy, én nem szoktam kérni, de valahogy ott megijedtem. Én nem szoktam egyébként kérni, de valahogy ott megijedtem. Nem tudom, valamitől ott megijedtem. Én nem tudom, azt nem tudom, hogy ott megijedtem, hogy mi valamit elhagy. Nem tudom, milyen biztos, hogy valami gyerek mászkált valamit, mit tudom én, mert azt nem szeretem, hogy a gyerekek itt nézik, hát a gyerekek nem állnak, hanem azt nem akarnak. Azt látták, hogy érem egy kérdések is jelentik. De nem vagyok biztos, hogy a gyerek volt, de mint hogyha valahol mitől megijedtem volna. Hát most már, hogy itt kaptam egy pár italt, elmondhatom, hogy azt tudtokta, hogy forrad. Valami szüktogott, hogy ottani nyelven, hogy valami neve szüktogott, valami gyerek lehetett, gyerekkorban én vékony volt. Ilyen öreg ember is hasonlított a kadat arccal, megértem egy kicsit. De már nem tudom, hogy álomban volt, mert álomban basszunk a férj. Kedve rábad szél. Szólt szél. Részegen a zsiriszka. Ő nem engedelmeskedett. Később az inkák arra esküdtek, hogy a kukoricát a nők találták föl. Ez nem igaz. Hát azóta így vagyunk három. Külön-külön. Én, Osiris. Ő Jézus, és szép kellett mennünk, mert már féltem tőle, már én is féltem tőle. Indiában nevem Chris, zöldségeket eszek, általában csajok után járkálok. Fizetek a barátaimnak, mi a egy pohárstól. Menjenek a rock'n'roll folyamán. Nincsenek behova, csak. Én vagyok az egyetlen, aki valóban megőrül téged. Sikeres! Múltkor is, mikor olyan édes voltam hozzád, szexuális értelemben 500 méterről, te megértetted. Te érted már ezt? Valahogy, hogy lehajoltál cipőt fűzni. Érdekes, hogy mezitláb voltál, de milyen szép lábfejed van neked, hallod? Thank you.
hogyan kerüljük el ezt a kalandot, amit szeretkezésnek hívnak. Istenem, adjál őt, hogy elkerüljön. Tudom, hogy abban a pillanatban vége az életemnek. Én is csak kérész leszek, mint a révész, aki pszeudózik. Kíváncsiságot határtalan. Én Osiris, én kérdeztem múltkor, hogy miért iszok. Hát Osir, hát Osir iszok. Osir, Osir iszok. Lében vagy, a szikrai állami gazdaságba kaptam magabot, letetett valami, engem is letetett valami ismeretlen érzés. KB úgy szélébe, KGT úgy szélébe, KGT úgy, KB úgy, KGT úgy szélébe lehetett. Később, mikor a mérgezett leveseket kaptam, meg a pofonokat, csak szégyeltem magam emiatt, de már tudtam valamit, és így elvégeztem. Ez véletlen szenvedély lehetett volna, hogyha ez az eszméletlen szenvedély közös lett volna! Ez itt mellettem, Joakim.
szerencsétlen. Katona. Szeretne meggyógyulni mindörökké. A főorvos ismeri a halálos rökkentót is. Ismeretlen betegség az szerelem számára. Felüli édesanyját baszta meg. És elutaztál Dagesztánba vissza az urathoz. Persze a szolgálat. Pasolini egy fiút, aki leszült a késed, mert nem adott. A fiú indiánok átmentek Kamcsatkából. Parféla neki! Szalaszkába Vancouveren át. Átrázta a buzi! Mindenki maga vigyáz az életére. Magát rázza el, aki életet veszít. A szégyen mi visszatart. A testi gyönyört fogja elveszíteni. Téged pedig a republikánus pár. És megkapja cserébe a nagy égi semmit. De nincs idő. És te UFO leszel. Ne csak arra légy kíváncsi, amit a szemed lát, hanem amit a tested megízlel. Krisna faszán méz. Látod, ez az ablak nem vakablak. Borssal keverve. A vakablak volna is. Ó Istenem, milyen jó volna fejlődni a szexbe, de a pornó megvakít. Mindenen átlát. Még a feleségén is. A mi szomszédunk nagyon helyes. Három ablaka van a szobájában. Rózsaszín kombinéta szokott az erkére, az erkére, az erkére állni. Van egy üzlet a kordon. Én vagyok a hatodik az igazi. Ha nyomorul, csak egy erkély választ el. Fiatal koromban még nem voltam itt a varázsegyen. Ha nincs idő. Siófokon a bíró szállodában. Ebéd, meg reggel is. A vendégkás nők plesztik fürdőruját fogtam el. Tejére vágottam be. Hogy ne? Schüller Géza a neve. Ilka utcában lakom, feleségem alkoholista. Nagy szemű, nagyon. Hiszen az ég az úr. Osiris fánklából szőtt sejem az ég. S te égi szótisz, Szófia. S te? Nézed, hogy megy a Lower East Side-on Leonard. A szomszédot valakik egy jó pofa arra. Csak le ne lőjön, csak meg ne lőjön. Major Jézus kínvallatásnak vetette alá, és te valóban csak ön szereti, csak ön! Patkányok mászkálnak, adnak ott a ház mögött. Lajmányi Laci fasza beköpött egy zöld. Az Istenektől származtak a királyok. Te meg ott sokat, mint egy király.
szeretlek téged, mert te hűséges vagy valakihez, és ezt el nem viselem. Fizünk meg a rock and roll lady! Csobog a polgári csónakon, melletted legurult a két szomácos fejáskanna. Vagy piros? Most már tudom, hogy a szolnoki Vidám parkba, a körhintán, a fiúdat nézel, sutár! Négy éves vagy. Az első urat Krisnához pártolt, a második pszichológus döntett el feleségül, mert az én nyomomba jár. A harmadik Hermész, aki nem Trismegisztus, csak sima Hermész, ellopott téged Európa. A negyedik, aki a zsiráf, kirőgte a beléd. Az ötödik, nem más, mint egy... Jupi. Rómától 30 kilométerre éjszakra. Egy nőnek hordom a nagy csőgdéjjel. Egy véres kutya esett a sarkon. Az ablakon belép a telihol, és ő a lábát tárja széljel. Micsoda széljel? Én vagyok Antoni Antonio. Huxley! Tom Fabrizio, az anarisztát. Egy hercegnő bőgtatja. A hüvelykonyag a mennyországba mutat. És bújtatja. Mapó, Szeged, Jeruzsálem. Rendál a kicsi szemüveges, még mindig figyeli a sorsukat. Hatteres kapitány elhajózott Rodoszból Krétára. Hol Zeuszra az isteni jó? Vár! Szeresd őt is! Megkísértette Budapestet. Elhozta Mick Jagger menyasszonyát is. A Durán-Durán együttes háromszor Durán, de utána felhozni. Imon kapitány, az USA tengerész öröke. Mindent lát, amit a partokon lát. Látja, hogy te megigazítod a ruhát. Előveszed az igazolványodat, és örökre elégedett. Tart a szívem! Új be egy kását!
tettjük kompó! Itt megállt az idő, minden szem az ajtóra szegezve, másra belépő. Balassi Bálint kötetre kutatott, aztán csalódott bennem is, mert nem érdekelt a lovakkor semmiképp. Később, mikor már megszűntek az országhatárok, őt kirúgták minden kosmával miatta. Ezt nem helyette mondom, és nem megbízásból. De biztosra megyek, tudhatok. Nekem a felesége tetszik, az az albino. Az én pisztolyom, ha töltve volna, Istenem. Ha élőben látnám őt vagy téged, megzavarodna a klub főpincére az a kis tag, aki már 34 éves, de nem szégyelli sohasem. Az egész biztos, hogy te nem hallasz most engem. Az egy ünnepélyes pillanat. Egy gyógyszertár van a szemembe. Szívem helyén Krisna. Füstölgő romhalmat. Ja Istenem! Miért profétálak olyat? Ja Istenem! Miért profétálak olyat? Nekem nem is olyan jó, másoknak vagy egyáltalán nem hasznos. All things must pass, all things must pass, all things must pass. Remélem, te nem keletkeztél, így aztán nem mulatsz el, de az én feleségem általad keletkezett. Remélem, ő elmúlik, majd átmegy a B2-es vágányra. Frenolad, Istenem, és oda gyilkosság. Vörösre festem a hajam, kancsalul nézek a festett egekbe, de engem senki nem beszélhet le. Te rólad? Én lettem ime az énekes.
ki énekelni már nem tud. Bár tudnék szépen énekelni, mint a Brian Ferry. Maradjon kettőn között, hogy én kitalálom, hogy milyen színű az alsó nemű. Látod, Michael és Andreas, az a két zenész, aki tulajdonképpen egymásnak üzen. Én olyan vagyok, mint Polon tanár az üres padokon. Volt, hogy a vasúti kocsikát is csak arra használom, hogy tanítsak. A kerekek nem arra valók, hogy alámennek, hanem inkább én magam legyek az, ha más nincs. 6 hónap az nekem egy kicsit sok, de ez egy szubjektív ok. Ez egy szubjektív ok. Becsület szalonnal csak miattad.